A broker botrányban érintett vezetőknek visszamenőlegesen is kelljen elszámolniuk, ezt javasolja a Jobbik. Erről lesz a következő percekben a párt frakcióvezető helyettese Volner János a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Kezdj csak, hogy jó reggelt kívánok! Nehéz ügy ez a visszamenőleges elszámoltatás, mert elég sok jogi akadályt felvet. Hogyan lehet megvalósítani a javaslatok szerint? Mi is tisztában vagyunk vele, viszont látni kell az arányokat. Akkor, amikor a tisztességtelenül magas végkielégítésekről kellett 2010-ben dönteni az országgyűlésen belül, a Fidesz frakciónak semmilyen különösebb aggája nem volt a visszamenőleges hatályú jogszabályalkotással kapcsolatban. Hát ugye itt azért a közszférában dolgozó emberekről volt szó, tehát azért ott az ő vagyonukat, vagy az ő addigi jutatásaikat pontosan nyomon lehetett követni. Sokkal pitibb pénzekről volt szó, azért azt meg kell állapítani, sokkal pitibb pénzekről volt szó, és akkor, amikor tisztességtelen végkielégítésekről volt szó, akkor lehetett visszamenőlegesen jogszabályokat módosítani. Most meg, amikor azt látjuk, hogy emberek ezreinek ellopják a pénzét, kisvállalkozásokat, önkormányzatokat fosztanak ki, több száz milliárd forint a kárösszeg, akkor duplán indokolt, vagy inkább háromszorosan indokolt, akár visszamenőlegesen is kiterjeszteni a jogszabályat, a lehetőségeket arról, hogy vissza lehessen szerezni egyrészt a pénzt, másrészt, hogy felelősségre lehessen vonni a bűnösöket. Mi semmi egyebet nem akarunk végül, csak annyit, hogy az emberek igazságérzetének megfelelően alakuljanak a dolgok, és vissza tudjuk végre szerezni az adófizetők pénzét. Valószínűleg az, hogy a nagyhalak ne ússzák meg, ez az elv, ez körülbelül mindenki számára elfogadható. Én továbbra is a hogyanra vagyok kíváncsi. Az elveket értem, most elsorolta, hogy milyen hasonló lépések történtek. De hogyan lehet egy kvázi magánembert, akinek nem tudjuk, hogy mekkora pontosan a vagyona, nincsen erről egy közadattár, amiben ezt nyomon lehet követni, elszámoltatni? Azt látom, hogy sajnos nem annyira egyértelmű a helyzet. A nagy halak azok ugyanis mindig megúszták. Most tessék belegondolni, a postabank ügybe kiült a végén. Ott is volt egy 171 milliárd forintos károkozás, a Fidesz kormány nem ment utána, hogy a szocialista kormányok idején eltüntetett pénzt visszaszerezze, valahogy mindig megúszták a nagy halak. Most is azt lehet látni, hogy ebben is van nagy hal, adott esetben Tarsolt Csabának hívják például a Questor vezetőjét, nem tudjuk azt, hogy miért nem történik feljelentés egy olyan ügybe, ahol 150 milliárd forintra becsülik az ellopott pénz nagyságát, az eltűnt pénz nagyságát, nem tudjuk, hogy miért nem történik komoly intézkedés a magánszemélyekkel kapcsolatban, akik a cég vezetőiként, felügyelőbizottsági tagjaiként érintettek voltak, tehát ezekben nagyon sok a kérdőjel, és hogyha megkérdezzük azt, hogy hogyan, ugyanúgy, ahogy 2010-ben meg lehetett csinálni sokkal pitibb ügyekben. Itt most arról van szó, hogy ez a dolog most fájna a Fidesznek, fájna az MSZP-nek, mindenki jóban volt például a Questor vezetésével, mindenkinek kiszolgálta gyakorlatilag az érdekeit a Questor, jól együtt tudtak működni, és hát egész egyszerűen nem akarják elszámoltatni őket, és a Jobbik pont azt szeretné, hogy ez történjen meg végre. Na most ugye a tegnapi nap folyamán egy elég erőteljes szigorítási javaslatot nyújtott be a Fidesz. Én továbbra is azt várom öntől, hogy azt mondja el, hogy visszamenőlegesen hogyan lehet üzletembereket elszámoltatni. Mert vélhetően az összes hallgató, amikor ezt hallja, hogy a nagy halak ne ússzák meg, hogyha rossz fát tettek a tűzre, és ezzel le is egyszerűsítettem a problémát, mindenki biztosan egyetért. De mit jelent az a gyakorlat, hogy számoltassuk el nagyon ezeket egyszerű, a cégvezéreket? Nincs nemes egyszerűséggel véve elévülési ideje egy bűncselekménynek, hanem ez a bűncselekmény, ez bármikor vizsgálható, bármikor feltárható, ennyire egyszerű az egész dolog. A vizsgálat az egy dolog, mondom, csak ugye... 2010-ben ugyanúgy meg tudták csinálni sokkal pitibb ügyben. Most gondoljon bele, azok az emberek mit éreznek, akiknek ellopták a pénzét? Ők is ugyanezt szeretnék, hogy vonják végre felelősségre a tetteseket. Igen, de ugye most én itt arra részre vagyok kíváncsi, hogy amikor különböző taktikák és kiskapuk segítségével ide-oda átmentik a vagyonukat, amin egyébként éppen a tegnapi fideszes javaslat szigorítana, tehát amíg ez működhetett, addig nagyon nehéz ez visszakövetni, és amikor ön például a végkielégítésekről beszél, akkor ott egy visszakövethető közszférában dolgozó emberekről van szó. Ön például tudja, hogy az ön által előbb felsorolt cégvezetőknek hol van
vagyonuk, mekkora vagyonuk van, az bűncselekmény óta milyen utat járt be? Ugyanezt a visszakövetés minden bűncselekmény idején megteszik. Itt az a kérdés, hogy hány évre visszamenőleg teszik meg, mikor évül el a bűncselekmény. Vissza kell követni, utána kell menni az ellopott pénznek, és ne nyugodjunk végre bele abba ebbe az országba, hogy mindent itt következmények nélkül a nagy halak megúszhatnak. Most gondoljon bele, igazán nagy bankárt itt a rendszerváltás óta nem voltak felelősségre, emberek pénze pedig folyamatosan eltűnt. Gyakorlatilag ellopták nemes egyszerűséggel. Ez úgy lehetséges ez az állapot, hogy a politika asszisztál ehhez, most a Fidesz asszisztál ahhoz, hogy megússzák a bűnösök, mi pedig el szeretnénk számoltatni. Hadd mondjak önnek egy konkrét példát 2010-ből. Kezdeményeztük azt, én magam nyújtottam be 24 darab törvénymódosító javaslatot a PSZÁF törvényhez annak idején, hogy szigorúbban számoltassák el a bankárokat. Kigyűjtettük most a parlamenti honlapról ezeknek a módosító javaslatoknak a sorsát. Rogán Antal, aki most ezekkel a szigorításokkal előállt, ugyanúgy leszavazta a Jobbik 2010-ben megfogalmazott szigorító javaslatait. Vajon miért? Kinek az érdeke az, hogy mondjuk Rogán Antal, Mesterházi Attila, Tóbiás József, Fidesz-MSZP nagy koalícióban leszavazza a bankárok megbüntetését, hogyha adott esetben megkárosítják az embereket? Azért ettől árnyaltabb a kép, mert azt mindenki pontosan tudja, hogy az elmúlt egy-két évben éppen a pénzügyi rendszert, a bankrendszert érintő szigorítások elég sok történt. Meglehetősen sok kritikát kapott egyébként a bankszektortól a kormány éppen emiatt, ezek miatt, a szigorítások miatt, ha csak a legutóbbit, a FAIR bankrendszernek a kialakítására létrehozott törvényeket nézzük. De sajnos most arra nincsen idő, hogy az ön által beadott 24 módosító indítványt sorra vegyük, de azzal nem ért egyet, hogy szigorítások az elmúlt időszakban elég sok történt? Tessék belegondolni, 5 éven keresztül folyamatosan ellopták az emberek pénzét, és jelenleg 300 milliárd forintnál tart a kárösszeg, és a Fidesz kitünteti azt az embert, aki akkor 3 éven keresztül ebben az időszakban vezette a pénzügyi felügyeletet, március 15-én. Állami kitüntetés kap ez az illető az állami számvevőszék élén végzett kimagasló munkájáért, ez a hivatalos indoklás. Tehát náragudjon, én egész egyszerűen elképedek azon, hogy ebben az országban bármi megtörténhet. Tehát itt az ideje annak végre, hogy a politikusok szakítsanak azzal, hogy folyamatosan a barátaikat, a holdudvarukat szolgálják ki, akár gazdasági érdekekről, akár állami kitüntetésekről van szó. Itt el kell mozdulni egy olyan irányba, amit az emberek célszerűnek, igazságosnak tartanak, meg kell védeni a pénzt. Az pedig, hogy árnyaltabb-e a kép vagy sem. Kétségtelen, hogy történtek bizonyos intézkedések, amelyek sújtották a bankszektort. A másik oldalról viszont azt látjuk, hogy devizahiteles családok százezreit lehetett éveken keresztül fosztogatni, most pedig az a rendezési terv, amit a Fidesz elfogadott, a kárösszegnek csak egy töredékére elég. Na jó, de a helyzet az mégiscsak az, hogy a jobboldali kormányok idején sikerült feltárni ezeket a botrányokat. Mert hogy ezek régóta tartó folyamat, tehát ez nem a múlt évben kezdődött bűncselekmény sorozatoknak az egyik állomása, hanem hosszú, 10 éve tartó. Igen, csak hadd mondjam el önnek, mindig föltártak bankbotrányokat, a postabank ügyet is föltárták, a felelősök úszták meg, és a pénz tűnt el. Most is föltárják, és én el tudom azt is képzelni, hogy Orbán Viktor fölhívja majd Budai Gyulát, hogy kedves Gyulám, kéne megint valami kis elszámoltatási showműsor, az elmúlt években is olyan jó voltál, most kerülj megint elő itt a Questor ügyben mondjuk. De ebből sajnos nem lesz felelősségre vonás, én azt látom. Hogy showműsor lesz-e vagy sem, azt a kérdést is felteszem rövidesen Gulyás Gergelynek. Az előző percekben a Jobbik frakció vezető helyettesét, Volner Jánost hallották.